vajon mibe kerül az életünk, vagyis az élelmiszerünk ára egy hétvégi bevásárlásnál. Összehasonlító elemzés következik. Sziasztok! Sziasztok! Talán ez egy kicsit túlzás, de azt gondoltuk, hogy kíváncsiak vagyunk, és megnézzük, hogy ugyanaz a hétvégi bevásárlás vajon mennyibe kerül itt, és mennyibe kerül otthon. Megpróbálunk most összerakni, ugye mi lesz hétvége. Tészta, valamilyen lesz tészta. Sajtos tejfölös tészta, mert a Dani hazajön az egyetemről, és, az való. És ilyen komoly ételeket szokott kívánni, mint sajtos tejfölös, egy kis csirkemell, egy kis nasi árpinak. Nekem az kell, igen. Tehát alapvető élelmiszereket, de ugyanazt fogjuk megvásárolni itt Amerikában, közértbe, és ugyanazt fogja megvásárolni a tünde kosárba, interneten. Otthon. Ugye, otthon, és akkor összehasonlító elemzést végzünk, hogy hol drágább ugyanaz a vásárlás, ugyanaz a kaj. Van egy ilyen jó kis listám, én mindig a borítékokat újra hasznosítom. Ezeket kell megvennünk. Van rajta a Árpinak egy kis csoki. Nem szoktunk ilyen vásárlásos videókat csinálni, de most mi is kíváncsiak vagyunk, hogy vajon mennyibe kerül itt az életünk, és mennyibe kerül otthon. Egy picit majd még azért a rezsiről is beszélünk. Így van. Szóval gyertek velünk. Kezdjük a közérte. Árpi úgy szereti a bevásárlást, hogy kell neki a segítségetek. Na, hozok egy kocsit, jó? Oké. Az első meglepetés itt van rögtön, hogy nem kell pénzt bedobni a kocsiba. Azért ez már is kellemes dolog, ugye? Nem kell a százast keresgetni. És nem a legolcsóbb helyre mentünk vásárolni, mert azzal csalnánk, mert nem ott szoktunk vásárolni, hanem a Publixba, ahova normál járunk. És a bejáratnál rögtön a kedvenc részen fogad minket a BOGO, amikor ugye egyet fizetsz és kettőt vihetsz. De most nem fogjuk elcsábítani, nem hagyjuk elcsábulni magunkat Polgár Árpinak sem, hanem megyünk szépen és kezdjük a kenyérrel. Meg is érkeztünk a kenyérhez, amiből a legkevésbé sem olcsót szoktunk vásárolni. A legolcsóbb kenyér az 2,50 per pillanat, hanem mi egy drágább fajtát veszünk, ami 4,69 per pillanat. Ez minimálisan emelkedett az elmúlt évhez képest. Ugye itt azért csak 5-8% között van az infláció az élelmiszeren is, nem úgy, mint otthon. Tervezem, merre menjünk, hogy minél gyorsabbak legyünk, és ne tudjunk elcsábulni. Bogóba van a csirke per pillanat, de ettől függetlenül mi most nem ezt fogjuk vinni, nem a 6 dollárosat, hanem megyünk az organikushoz. Ez gyakorlatilag 5,99-ért kettőt kapsz, tehát hát két dobozzal tudsz venni. Csak háromba kerül egy. Igen. Így. Soha nem ezt veszem. Nem, hanem mert nem ezt veszem. Tehát most mondhatnám, hogy azt szoktam venni, de nem azt szoktam venni, hanem a drágábbikat. Azért, mert ez jobb. Azért, mert ez... Itt 10 dollárért kapunk. Nem, ennek 8 dollár per pillanat ugye az ára, és nincs buy one get one-ba. De akkor is ezt veszik, mert ez az egészségesebb. Mindjárt megmutatom neked, hogy mi az, ami még bogóba van. A spare ribs. Látod? Buy one get one van. Per pillanat például, ugyanúgy. A borda. De a sertés hús is ugyanúgy buy one get one-ban van. Azt lehet mondani, hogy azok a húsok vannak buy one get one-ban, amit azért kevésbé... Nem így van. Hát a csirke mellett minden nap vesz az ember. Amilyen fajta csirke mellett? Az a normális, annak semmi baja nincsen, csak én vagyok túl, hogy is mondjam, válogatós. Mert ha megnézed minőségre, itt egy picit látni, hogy ez ugye gyorsítva növekedett ez a szerencsétlen, tehát ezt mindenféle mesterséges módon ízlalták ezt a csirkét. Látszik a mellen a sok fehér csík. Igen, onnantól látod. Elokosodtam. Tehát, hogy a szeletelt kenyeret akarnék venni, és olyat, ami teljes kiérlésű, az is buy one get one-ban van. Az amerikaiak ezt imádják, szerintem ehetetlen. Viszont nézzük meg a tésztát. Meg is érkeztünk a tésztához. Dani, ha hazajön az egyetemről hétvégén, azt szeretné, hogy legyen neki sajtos tejfölös spagetti, aminek az ára 1,99. Itt egy doboz Barillának. 1,91, bocsánat, azért ezt a Barillát veszem, mert ennek otthon is meg tudjuk nézni az árát, úgyhogy ez itt 1,91.
Ugye már a sajtos tejfölös tésztához szükségünk van sajtra, reszelt sajtra, a Dani ezt szereti, ami szintén bogóban van, úgyhogy veszünk neki mozzarellát, reszelt mozzarellát, két csomaggal, egy tejfő, és a tejfölünk is. 285, ez a Daisy, amit szoktunk használni, és ez is baj van. Bogóban van. De van egyébként olcsóbb tejföl is 265-ért, meg ezt még ennél olcsóbb is, de ezt szoktuk venni. Ilyenkor normálban itt szívesen vennék. Igen, most viszont tejet kell még vennünk. Haha. Oké, itt van a tejem. Ugye laktózmentes. Laktózmentes tejet veszek, ami ebben a nagy kis szerelésben 6,59. Ott van fönn, nézd. Nem ez az? Nem, az az én tejem. Melyik? Ott van fönt a listáj, azt kell kivenned. Igen. Én csak ezt. Mert ugye már semmi más nem bír a kis gyomra. A normál tejtől összefosom magamat, és azt kellene venni. Még a laktózmentestől is, úgyhogy ez most neked jó lesz. Igen, Dani imádja. Egyébként 6,29 egy dobozzal. Így van. Hát a Danié mellé bekerül egy gyümölcsös is. Nem, mert Polgár Árpi minden fagyit megeszik. Kapsz majd egy kicsit csokit, jó? Nem. Kávéra is szükségünk van, és kapszulás kávét kell vennem, mert hogy itt olyan kávéfőzőnk van. Oké. Starbucks. A Starbucks a legdrágább, az 8,99 egy dobozzal, de már van 7,59-ért is, ez máskor 6 dollárra szokott lenni. Legyen mondjuk egy blondi. Azt mondja, hogy ilyen jó nagy kiszerelésű olajat veszünk. Azért veszünk Bertolit, mert az otthon is van, és azt össze tudjuk hasonlítani. Itt van egy jó nagy kiszerelés. Így van. Extra light. De még ebből is lejön most 3 dollár. Mindig van valami mindig van kedves. Van. Majd, oké. Palacsintát készítünk, ahhoz kell még vennünk nutellát, lisztet, hogy minden legyen otthon, és tojást. De otthon is ilyen palacsintát, ahogy itt Magyarországon is. Így van, így van. De itt vagyunk a liszteknél, úgyhogy... Találták, és azt mondjuk... Így van, lisztet veszünk per pillanat. Azt mondja, hogy Pillsbury, ugye ez a Publix-os a legolcsóbb, az 1,99. Amit én szeretek, az a Pillsbury. Szerintem ez tökéletes lesz nekünk. Egy adag. Liszt. És meg is van a Nutella, amire szükségünk van, ez 3,99, bőven elég most egy ilyen kicsi nekünk. Megérkeztünk hová? A csoki osztályra, csoki, a csoki összehasonlítás lesz, ugye most a Lind lesz. Én ezt otthon eszem való, és a Tünde ezt akarja ugye most betenni, de hát én nagyon szeretem az amerikai csokikat, tulajdonképpen minden csokit szeretek. Milyen csokit nem szeretsz? Mindent. A feketét ez kevésbé. Pedig mit fogsz kapni? Most ezt. Feketét, nézzétek meg ennek az árát. Ebből viszont kapasz belőle narancsosat, jó? Azt elvetsz magadnak. Oké. Másik csokit szeretnél inkább? Igen. És mennyi csokit? Nem kell minden. Egy tábla csoki van hétvégére, jó? Jó. De ne tévedjél el, nem kell. Én ezt szeretem még. De most nem kapsz abból. Most abból nincs. Egy tábla csoki van, úgyhogy jó. Gyere, azt vedd el magadnak. Oké. Én is nagyon kíváncsi vagyok tényleg erre a kísérletre, hogy mi mennyire szerint, de például van Kinder Bueno, az itt 8,19, egy ilyen hatalmas zsák. Fogalmam nincs, hogy otthon mennyibe kerül. Nem, mert ha sok csokit veszek, abból csak rossz lesz neked. A Kinder tojás, kisgyerekes szülők ezt mindig szeretik, 4,99, ez a kanalazható Kinder tojás. Kanalazható, úgyhogy... Na, mire van még szükségünk? Nutellánk megvan,
tojás. És mivel otthon is mindig organikus tojást veszek, pontosabban farm tojást, itt is valami ilyesmit fogok venni. Hát 3,95 a jumbo, ami ilyen hatalmas tojás, és a normális nagy méretű 3,59. Itt nincs emmes, itt mindenből csak nagy méret van, úgyhogy ez is szabadon tartott csirke, hormonmentes, antibiotikummentes, jumbo, nem is nagy, hanem hatalmas. Március 12-ig tudjuk használni, jó lesz nekünk. 3,95, így van. Ez egy drága tojás. Ezek a te drága tojásaid. Az olcsó tojás, mindjárt mondom, az a normál tojás, abból kapsz 12 darabot, kapsz 5,80-ért, vagy 4,39-ért, így van. Igen, az a médium, de az is 12 darab. Három doboz málna, 10 dollár, de van például a fehér eper. Egy doboz az 9, három valamennyi. Így van. A fehér eper, amit hát belefutottunk mi is, hogy olyan nagyon jól néz ki. Minden 6 dollár, de semmi értelme nincs. Nem. De a floridai eper is olcsó, de ez csalás lenne, mert azért ezek otthon nagyon drágának számítanak. Elég csak a palacsintal, meg a Igen. Egy normál bevásárlás, hiszen most a szőlővel, meg ilyesmivel úgy sem lehet versenyezni. Sem ízben, sem árban. De például az alma is érdekes lehet. Mosogatószer. Például ez a nagy Ajax, tehát ez otthon, nem tudom mi az ő neve, 3,39 egyébként ilyen nagy méretben. És a mosószerek ára, hát ugye ez egészen más, mert mind ilyen zacskós, de itt van például egy Ariel Ultra Oxi. Nem mosogatószer, kell neked mosó? Nem, csak kíváncsi voltam az ára, hogy ezt is meg tudjuk nézni, ez 10,99, 4 kilós, 10,99. Thank you. Itt is zörög a kocsin, de már itt is vagyunk. És akkor lássuk a kis számlánkat, aztán majd meglátjuk az otthonit. 83 dollárt fizettünk, viszont összesen adó ebben 63 cent. Miután itt élelmiszer, ugye az élelmiszereken valami nincs. Valami sikerült, nem én valamelyiken van. Így van, a csokoládén van. Az alap észre, egyedül a Lindt csokoládén van az alap adó. Élelmiszereken nem meg a 24% áfa. Nem 27. 7%. Hát otthon 27 vagy. Ja. Én csak mondom, hogy itt 7% az áfa az alkoholon meg éreket, de alap élelmiszereken nulla. Nulla. Tetszik ezt érteni? Nem tudom jobban kifejezni magamat, hogy lehetne ezt nálunk is megcsinálni az alapélelmiszereket. Nulla. Miért kell az államnak keresni az alapélelmiszereket? Hiszen azok 27%-ot pláne, és azok alap dolgok, amiket az embereknek kenyér, ilyesmi, alapélelmiszerek. Jó, azokon otthon is kedvezményes áfa van, de alap. Nulla. Alapvetően ebben 63 cent az adó, és 17 dollár 55 cent, ugye amit kvázi ingyen hoztunk el, a egyet fizet kettőt, vihet akciónak köszönhetően, hát azért az 17 dollár 55 cent, amit ma megspóroltunk, amivel több mindent viszünk haza. Na lássuk, hogy otthon hogy fog kinézni. Nincs több csoki. Meglátjuk, hogy otthon mindez mennyibe fog kerülni. Most megnézzük a magyar üzletbe vásárolt dolgokhoz hasonlítva, de egy kosárban vannak nagyjából, ugye azt hiszem ugyanazok az ételek. Hát nem teljesen ugyanaz, megpróbáltam nagyjából ugyanazokat betenni, de például amíg itt a tejföl, ugye 500 milliliter, addig otthon kisebbeket találtam csak, vagy sokkal nagyobbat, mindenből betettem a kisebbet. Ugyanúgy itt a sajt például 220 gram, otthon 200 gramosat találtam, de úgy érzem, ja, és tojást nem találtam a bolt oldalán, úgyhogy azt helyettesítettem. Natur földi eper joghurtitallal 699 forint, mert szerintem ez nagyjából most otthon 6 darab tojás ára. Hát mindegy, nekünk a nem a drágábbik típusból. Nekünk tojást jelent. Ami hihetetlenül meglepő számomra, hogy egész más eredményre számítottam, amint végeredmény lett, de hagyd mondjak néhány érdekes dolgot. Tehát ami biztos, hogy itt a sajtos tejfölös spagetti olcsóbb megfőzni, mint otthon például, hiszen a
tészta, a spagetti, nem akarok márkát mondani, úgyis tudjátok, hát melyikről van szó. Hát, igen, azt vettük. Az ugye otthon 1199 forintba kerül, míg itt a tészta 679 forintba, tehát ott azért az egy elég jelentős különbség. Hát a barillát a felé érezzük. Igen. A Nutella az nagyjából ugyanaz az ár volt, de ami még, hát ugye a tejföl is olcsóbb itt, mint otthon, úgyhogy itt egy sokkal nagyobb kiszerelésért fizettem 1014 forintot, míg otthon a fele akkor a kiszerelés is 975 forint volt. Ugye itt egy 450 grammosat vettünk, ott pedig egy 975 grammosat, de ami a legnagyobb különbség, igaz ugyan, hogy csak fél literes üveg olivát találtam. Mármint ott, otthon. Olajat. Mi itt a másfél literért fizettünk 4980 forintot, tehát az azt jelenti, hogy egy liter 3000 forintnál egy kicsit több, míg otthon 6198 forint egy liter olaj, és ugye ebből másfél litert vettem, itt óriási a különbség, az 9297 otthon, forintra jött ki, otthon 9000, míg és itt 4980, hát tehát ez óriási különbség. Ki az olaj. Gyertek ki olajat venni. Nagyon-nagyon sok mindenben van eltérés, például a tej, a rizsital, ami itt már olcsóbb, a Nutella például nagyjából ugyanabban az árban, vagy a kapszulás kávé. Ami számomra még meglepő volt, hogy a Lind csokoládé, az itt 950 forint, otthon most 799, de ez is kisebb, tehát közel egy árban van, a Häagen-Dazs fagyi szintén hasonló árban van, jó, azért van egy kis különbség, mert otthon 2999, itt pedig 2200 forintra jött ki. Tehát kicsit olcsóbb, és arról nem beszélve, amikor buy one get one van a fagyiba, akkor meg a felére jön ki, tehát azt most olcsóbb. Egyáltalán nem számoltam. Otthon nincs buy one get one. Doppergés, ezt tényleg nem azért csináljuk, hogy bosszantsunk titeket, ne. Mi is kíváncsiak voltunk arra, hiszen mindig úgy gondoltuk, hogy otthon olcsóbb az életünk, mint itt. Egyébként, hát szóval mi azért durván 20 éve vagyunk itt, és 20 évvel ezelőtt ez pontosan így is volt, hogy a dupláját fizettük itt mindenért, mint otthon, vagy a tripláját. Aztán ez szépen átment a évek alatt, és most az utóbbi 2-3 évben megfordult a kocka, és otthon drágábbak a dolgok, mint ahogy ezt látjuk. A végszámban mi a különbség? Jelentős. Ha azt veszem, hogy ugye 17,55 dollárt spóroltunk, ami 6247 forint, vagyis annyi tárgyat, élelmiszert hoztunk el ingyen, ez egy dolog, azzal nem is kalkulálok. Összesen fizettünk itt 29.807 forint értékű dollárt, 84,36 dollár, ami otthon 32.101 forint. Tehát 20 mennyi? 29.000 a 32.000-rel szemben. Nem, az végárban nem olyan nagy a különbség. Nem. Ami még nagy különbség, de hát ezt úgy is tudjátok, hogy amíg itt fizettünk 0,63 cent adót összesen erre az összes termékre, ennyi áfánk volt, vagyis mondjuk azt, hogy durván 200-210 forint, addig otthon fizettünk több, mint hát 6000 forint áfa. Hát az áfa mindig, hát ugye a hozzájárulás a kormánytagok életéhez, ez teljesen természetes. Otthon minden sokkal több az áfa. 27% áfa az elmebeteg. Itt az élelmiszereken nulla áfa van. Nulla. Jó, otthon egyébként is ugye van, amint csak... A luxus cikkekre is az áfa, otthon is kevesebb áfa van bizonyos, a kenyére meg egy pár ilyen nagyon... 5-18%, azért, de... Azért a 18%, az 5% is több, mint a nulla. Én azt gondolom, matematikailag ez mindenképpen így van. Nem lenne rossz, hogyha otthon is azért az alapvető élelmiszereken nulla lenne az áfa, hiszen nem föltétlenül kell, hogy a kormány ebből éljen meg, a magyar állam abból. Nem politizálj. Nem politizálok, nem. Csak mondom, hogy nem föltétlenül szükséges, pláne egy ilyen helyzetben az alapvető élelmiszereken. Tehát én azt gondolom, hogy azért ez, hogy itt csak pár cent áfa van ott, meg azért 6-7 ezer az áfa, az egy jelentős különbség. Ez egyértelmű. Megdöbbentő volt számomra, azt hittem, hogy körülbelül ugyanolyan összegből élünk itt, mint otthon, úgyhogy köszönöm annak, aki felhívta a figyelmemet, hogy kíváncsi erre. Hát nem volt jó érzés ezt most így megnézni, és tényleg nem szeretünk a pénzről, meg ilyenekről ilyen szinten beszélni, de hát...
Szóval mi nem akarunk sírni, meg nem, de tehát nagyon nehéz elképzelni, hogy mindezt sokan hogy gazdálkodják otthon ki, hiszen akkor ehhez már nem vettük hozzá, hogy itt a fizetés mennyivel másabb ugye az órabér, sokkal mint több otthon. Hát itt ez a 80 dolláros bevásárlás ezekre az ételekre, amiket most vettünk, ez egy 3-4 ezer dolláros átlagfizetésből élő embernek azért nem, érezhetően nem annyi, mint otthon 30 ezer forintot kifizeti ugyanezekért a kajákért, ugyanezekért az ételekért, otthon azért az a 200 ezer forintos átlagfizetésből a 30 ezer forint több, mint itt. Tehát magasabb maga az itteni bérek. És ha már a mennyibe kerül az életünk, itt kis fejezetünket próbáljuk Magyarországgal összehasonlítani, a fekete levest is muszáj nektek elmondanunk. Fözöttünk a mi fekete levesünket. Tudom, hogy mindenki feszült otthon, és nem szeret ezekkel szembesülni, de hát ami talán a legnagyobb különbség az otthon és az itteni életünk között, az a rezsiköltség. Így néz ki ez az okos kis villanyóra, amit ugye nem kell leolvasni, hanem automatikusan van benne egy kis kártya, és automatikusan bent a központban le tudják olvasni, és küldik a villanyszámlát. Itt minden elektromosan működik, a klíma, a fűtés, a gépek. A főzés, minden. A főzés, nincs gázunk se, de általában az amerikai a háztartások elsősorban az elektromosságra. Itt a villanyszámlánk ebben a hónapban 104 dollár volt. 102. Hát most nem mindegy, 102. Tehát itt nekünk 102 dollár volt a teljes villanyszámlánk, ez 1100 kilowattnak felel meg, tehát át lehet számolni az árakat. Nagyjából még az is egy kicsivel olcsóbb itt, de nagyjából ugyanott van. De ugye a nagy különbség a gázban van, a gázszámlában, ami itt ugye nincs, de otthon például nekünk 5000 kilowatt volt a teljes évi fogyasztásunk tavaly. Az tavaly előtt, amikor tavaly végig előtt otthon voltunk, tehát az volt a leges-leges legmagasabb. Igen, ez a legmagasabb. 5000 kilowatt a leges-legmagasabb, és most 5000 köbméter a legmagasabb, amikor otthon voltunk egész évben, pandémia alatt is fogyasztottunk, az a legmagasabb fogyasztásunk. Ennek ellenére most egy nappal később diktáltuk a mérő állását, a gázmérő óra állását, ahogy a diktálni kell, nem úgy, mint egy nappal korábban, ami később. Egy korábban, vagy később, hát teljesen mindegy, tehát egy nappal korábban. Jó, elcsesztük. De ezért ők hasra csaptak és kiszámláztak 1200 kilowattot havonta. Köbmétert. 1200 köbmétert a gázból havonta, ami ugye egyszerűen nem jöhet össze, hiszen 5000 az egész éves, hogy az akkor miért 1200, holott otthon sem jött, tehát valójában semmi a fogyasztásunk, de ez már két hónap alatt is megtörtént. Hát szóval azért ez egy nagyon-nagyon abszurd dolog, hogy Tünde beleszól, mert ő a főszakértő. Nem, csak szóval az a lényeg, hogy nem sírni akarunk, nem csak ilyen akarjuk mutatni, akarjuk mutatni nektek egy picit a különbséget. Tehát én szúrtam el abszolút, az én hibám, egy nap hamarabb, 6 órával hamarabb diktáltam, mint ahogy a diktálási időpont volt. Nem másképp kell. És ezt, igen, és ezt megértem, hogy én szúrtam el, semmi gond, de hát ne úgy becsüljék már meg a gázfogyasztásunkat, hogy akkor ilyen nem szóval évszázados rekordokat beírnak egy hónapra, viszont hát persze majd visszaigényelhetjük majd hónapokkal később. Tehát igazából a mentalitás lenne az, ami a nagy különbség, amit meg akartunk nektek mutatni, hogy itt minden egyszer, fekete-fehér. Egyszer például a víz, ami még ennél is olcsóbb, a víz, elmentünk pont Dominikára pár évvel ezelőtt, és nyitva hagytam a medence föltöltésének a vizét. És folyt heteken keresztül bele a víz, és a művek, tehát a cég, az szólt, hogy apropó valami nagyon izé, vagy valami csinálját. Ja, nem az, az hogy megbecsülni, hát ők segíteni akarnak, az, hogy nálad valami nem stimmel, figyelj oda, azonnal szóltak. Ott meg majd inkább becsülnek arra, hogy jó, vastagon megbecsülni, hogy legyen náluk a pénz. Szóval azért itt valóban ez a mentalitásbeli különbség, ez nagyon-nagyon érzékelhető. Ez volt a mi kis összehasonlító filmünk, összehasonlító elemzésünk az árakkal, a közértes árakkal és az egyéb rezsiköltségekkel. Ez egy egyszerű és különleges videó volt, tehát nem szoktunk ilyen áras, meg vásárlós videót csinálni, most mi is kíváncsiak voltunk erre a kis kísérletre. Megdöbbentő lett a végeredmény. Van, amiről tudtuk, hogy drágább otthon, mint itt, de az összképre nem számítottunk. Igazából én nem tudtam, mert az ember úgy vásárol, hogy vásárol, tudja, de nem nagyon figyeli, és nem nagyon hasonlítgatja össze az árakat, hanem akkor itt van, akkor egészen mást
más a helyzet, másképp gondolkodik, de nekem magamnak is egy nagyon hát érdekes, tanulságos volt ez a film, amit most készítettünk. Mert ugye itt 5-8% közé teszik az inflációt, hát otthon tudjátok, hogy az mennyire durván kétszámjegyű, és nem bosszantani akartunk titeket, nem az, semmi hogy jaj, éppen. Szegényeket sajnáljuk már, Isten ments! Meg minket pláne nem kell sajnálni, tehát sajnálatra nem szorulunk rá. Szerintem senki nem szorul sajnálatra, és mindenki a saját magának az életének a kovácsa, de ettől függetlenül azért ezek a különbségek azért érzékelhetők, nem olyan katasztrofális a különbség egyébként, de azért van. Azért elég nagy a különbség szerintem, viszont tényleg ne felhúzzátok magatokat, hanem próbáljátok most egymásnak itt tanácsot adni, hogyha valakinek van jó ötlete, hogy ő még mivel szokott spórolni, mert nagyon jól tudom, hogy vannak köztetek olyanok, akik a télen írták többször, hogy 16 fokban ülnek a lakásban. Nagyon-nagyon sajnáljuk ezt, mi csak egy kis vidámságot és napsényt tudunk hozni így a videókon keresztül. Mindenképpen csak azt fogjuk adni, és nem ezekkel. Most egyszer foglalkoztunk ezzel, valóban mi is magunk is kíváncsiak voltunk rá, nézzétek el nekünk, és valóban ne vegyétek ezt annak, hogy mi bántani akarunk, vagy bosszantani akarunk benneteket. Próbáljatok meg tényleg itt egy kicsit a komment szekcióban egymásnak tanácsot adni. Nekünk innen nagyon nehéz lenne, de hát azt gondolom, hogy elgondolkodtató ez az egész egy picit, szomorú, de hát akkor is szép Magyarország. Így van, sőt a legszebb ország. Így van. Okay. Vigyázzatok magatokra most kifejezetten ezekben az időkben, és bízunk benne, hogy a nyár már sokkal szebb lesz. Addig továbbra is megpróbálunk vidámságot és jó kedvet innen vinni nektek és szórakoztatni. Sziasztok!